Sziasztok, üdvözöllek az Old School Garage műsorában. A mai retro tesztben egy Land Rover széria 3-as fog következni. Nagyon-nagyon hideg van. Most raktunk bele egy akkumulátort az autóba. Pár hónapja ez az autó nem volt indítva. Úgyhogy láthatjátok, hogy mi a helyzet vele. Aksi fel van töltve. Víz nincs befagyva. Pozitív. Megpróbáljuk beindítani ezt a szépséget. Úgy néz ki. A kulcsot beletettük, és bezártuk az autót. Még jó, hogy a hátulját is kinyitottuk. Minden le van fagyva. ezer kilométer van az órában. Füstből ítélve minden rendben van. Gyönyörű szépen ketyeg a motor. Először is ki fogok vele állni a napra, mert le van teljesen fagyva az autó, és nagyon hideg van benne. Picit leolvasszuk az ablakot. Aztán elviszük egy körre. Land Rover széria 3-at 1971-től 1985-ig gyártották. A legtöbbet, amit eladtak Angliában belőle, az a 2,25 literes motorral készült, benzinmotorral, négyhengeres. Ez volt a legelterjedtebb. Ezen kívül csináltak egy 2,6 literes, soros 6-hengeres dízelmotort is belőle, viszont külföldre, Amerikába, Ausztráliába, vagy pedig Új-Zélandra, ezekbe belekerült a 3,5 literes V8-as motor. Két ajtós és négy ajtós változatban jöttek ki. A legtöbb az két ajtós volt, amit eddig én is láttam. Manuál 4-es váltóval jöttek ki, nem volt belőlük automata. A rövidebbik változat 3,6 méter hosszú volt, a hosszabbik változat közel 4,5 méter hosszú volt. A szélessége közel 1,7 méter az autónak. Magassága a rövid verziónak egy picivel 2 méter alatt van, a
hosszabbik verziónak, egy picivel 2 méter felett. Azt azért érdemes tudni a Land Roverről, főleg a szériákról, a legelső Land Roverek, amikor kijöttek. A világ nagy részén az embereknek a kétharmad része, a legelső autó, amit valaha látott, az Land Rover volt. Mivel az angolok ezzel mentek felfedezni az egész világot. És azt azért tudni kell, hogy a Land Rover először lemásolta a Jeepet. Úgy indult nekik is a terepjáró. Na de elég a beszédből, induljunk el, próbáljuk ki ezt a csodás autót, hogy hogy működik. Nos, induljon akkor a tesztvezetés a kis széria 3-assal. Egyes megtaláltuk. Az ülés az rettenetesen közel van. Hát hozzáér konkrétan majdnem a hasamhoz a kormány, és nem lehet állítani. Nem lehet konkrétan állítani az ülést, pedig néztem, tehát nem vagyunk ugye, de én nem látok benne állítási lehetőséget. Igazából terepen próbáljuk ki most ezt az autót. Hát a fék, lehet, hogy azért, mert az autó át. Hát, mondjuk rá, hogy fog. Mondjuk ezt erős túlzásnak gondolom, hogy a fog az jó. Hát, végül is épp, hogy jobbra húz. Ebben az autóban még nincsen szervókormány. De olyan hatalmas a kormány, hogy az olyan fantasztikus. Viszont nem tudom, tehát nekem így, hogy be vagyok csatolva a bal vállamnál, hát elég közel van az ajtó. Tehát nem valami kényelmes. Mondjuk a legtöbb ilyen régi terepjáróban ez probléma. Viszont annyi, hogy ez az autó elől 3 személyes. A legtöbb terepjáró elől, azért ezt tegyük hozzá, hogy 2 személyes. Ilyen autókkal bejárták az egész világot, le a kalappal előttük. Én nem azt mondom, hogy nátszál vékony vagyok, de ez azért rohadt kényelmetlen. Az ülés pozíciót úgy tudnám elmondani neked, mint hogyha valami retro széken ülnél, ami nagyon-nagyon kényelmetlen volt. Nem tudom, mennyire látszik, de itt hely nincsen. A kesztyű az azért van rajtam, mert a Land Roverben nagyon jó a fűtés. Na most a váltó bal legfelül van a lükverc, akinek ez nincs megszokva, tehát az egyest azt úgy kell betenni egyelőre. Az előbb, amikor elindultam vele, akkor meglepődtem, hogy az autó hátrafelé indult el, nem előre. Álló helyzetben a kormány az emberes. Az egyes az nagyon rövid. Hát itt kettesnél fejbe úgysem fogunk menni. Ez a komfortérzet az, tehát elég rossz úton megyek. Nem annyira túl rossz. Szerintem elnyomja a hatását, hogy milyen kényelmetlen az ülés. Hangilag, hát régi dízel autó, hát pont olyan hang van benne. Igen, hát ez nagyon jó, 2 padlógáz és igazából sok minden nem történik. De legalább megy. Igen. Ez az a hang volt, amikor egyest akartam tolni. Egyébként nekem hasonló tapasztalatom van a Defenderrel kapcsolatban is. Hát az én méretemnek a hagyományos Defenderek, hát az valami rettenetesen kényelmetlen.
Mondjuk igaz, hogy én ilyen két személyes pick-up-ba ültem idáig. Aha, megvan az egyes. Az is csoda. Az egész szép emelkedő itt, megmondom őszintén. Annyi, hogy az elejét összezártam. Külön kell az elejét összezárni még ezeknél a terepjáróknál. Plusz mindenféle akadály nélkül, pedig elég fagyott nyálkás az út alatta. Amúgy van benne egy olyan érdekes dolog, amiért az emberek ezt kedvelik, tehát én meg is értem. Formavilága nekem mindig tetszett, mindig szerettem volna egy ilyet. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire tudnám használni, mert annyira picike. Jó, jó, nagyon szépen viszi itt a terepet. Gyakorlatilag. Elég nyomatékos ez a dízelmotor is. Hát azért ez nem rossz. Keresünk egy lükvercet. A lükvercet könnyebben megtalálom benne, mint az egyest. Hát a fékiszek egész elfogadható. Na, most már visszatérve a fűtésre, elkezdett felmenni a vízhőmérséklet, így, hogy egy kicsit terepen is mentünk vele. Igaz, hogy még épp, hogy csak a hideg felett van. De most már... Most azt nem tudom, hogy azért van esetleg meleg, mert megy a fűtés, vagy pedig azért, mert nincs benne szervó. De egész jó. Tetszik. Van benne egy jó pár kapcsoló, ami még nem tudom, hogy micsoda. Az ablaktörlő, az cuki nagyon. Ezt nézzétek. Ez nagyon jó. Minden egyszerű kattintós kapcsoló. Az előnye megvan, ehhez nem kell kérni sorozatszámot, hogy vajon a számítógéppel fog-e működni, vagy nem. Ez fog. Azért meg tud indulni. Annyi, hogy le kell padlózni. Körülbelül 10 perce ülök ebbe az autóba, 20, legyen 20 perce. Hát már most eszméletlen kényelmetlen. Tényleg azért le a kalappal azelőtt, hogy ilyennel el mehet indulni, bejárni a világot. Tehát azért az nem semmi. Maradjunk annyiba, hogy annyira kell nyomni a féket, hogy begörcsölt a lábam. Olyan jól fog. Tehát ennek is megvan a szépsége, nem romlik el a szervó. Ja, egész jó idő kezd lenni már a kocsiba. Egész szépen beszél a tadályokat. Egy dolog. A tükröt azt meg kell szokni, hogy kint van az orrán, az tény és való. Na végül is leparkolunk. Egy jó kis tesztvezetés volt. Köszönöm szépen a tulajdonosnak, hogy rám merte bízni ezt a gyönyörű szép autót. Egyébként nagyon jó állapotban van. Leparkolunk, kiveszünk belőle az akkumulátort. Szuper volt. Nagyon jó kis vezetés volt. Remélem tetszett a műsor. Köszönöm, hogy néztetek. Legközelebb is valami próbálok valami érdekes autót találni, lehetőleg nem terepjárót, a retro teszthez. Sziasztok!